Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a Zohárt, a ragyogás könyvét, a Kabbalának az alapművét, az első kötet, előszó, 12 per A oldal. És ott tartunk, hogy Rabbi Shimon bar Yochai, a Zohárnak a híres szerzője, híres talmudi bölcs, szabadult 11 vagy 12 év után, mert egy halálítélet ki volt mondva a feje fölött, addig, mert a császár nem halt meg, addig ő maradt ott barlangba, és amikor kijött, akkor kezdte tanítani azt, hogy a teremtés történetében abban benne vannak utalások. Természetesen itt kell egy kabbalisztikus szem, aki ezeket lássa. És itt vannak utalások különböző fontos micvákra. Az első két micvát tanultunk már előző hetekben. Az első versben, Bereishit bara Elokim, kezdetben teremtette Isten, és Rabbi Shimon úgy magyarázta, hogy a kezdet az a micva, az a két micva, ami kezdetnek számít, emiatt teremtette Isten az eget és a földet, az első a kettőből az Isten félelme, és a második az Isten szeretete. És most pedig jutunk a harmadik micvához. És itt van most a harmadik micva, és Rabbi Shimon fogja folytatni, fogja keresni, pontosabban rámutatni, hol van itt a teremtés történetében, a folytatásában más fontos micva. A harmadik micva, ami itt a teremtés történetében van utalás rá, az, hogy az embernek tudnia kell, hogy ez az Isten, amely uralkodik, és ő a nagy a világban. Tudnia kell, hogy van egy nagy Isten a világon, és ő uralkodik a világ fölött, és ő pedig, itt pedig az a micva, Yichud Hashem, az Istennek az egyedülsége. Azt jelenti, hogy csak az Isten van, semmi más nincs. És ez pedig abban a versben találja ennek az utalását, hogy azt mondja a Tóra a teremtés harmadik napján, Yikavua Maim, Mitachad Hashemaim el Makom Echad, gyűljenek össze az ég alatt lévő vizek egy helyre. És ebből az egy helyre, erre azt mondja, hogy utal arra, hogy az egész világ csak egy. Ez pedig egy olyan fogalom, amit a haszidizmusban, a haszid filozófia sokat magyaráz, hogy valójában nem csak arról van szó, hogy amikor azt mondjuk, Shema Yisrael, halljad Izrael, az örökévő Istenünk, az örökévaló egy, akkor nem csak arra megy a hangsúly, hogy az Isten egy, és nem kettő. Szóval azon lenne két Isten, ez annyira kizár dolog, hogy ezzel nem is kell foglalkozni. Két asztal lehet, két szék azt lehet, mert az egyik szék itt kezdődik, és itt van vége, a másik itt kezdődik, és itt van vége. Ugyan egy asztal. Szintén egy fizikai dologban lehet kettő, mert ahol van egy hely, ahol ez van, és ha vége van, akkor kezdődik egy másik hely. Az Istenről nem lehet kettő, mert ha lenne kettő, akkor azt jelenti, hogy akkor két behatárolt Isten, Isten, ami be van határolva helyben, időben, az egy lehetetlen dolog. Az Isten fölötte van mindennél. És ezért az, hogy az Isten egy és nem kettő, ezt
az egy olyan triviális dolog, ez magától értető. A hangsúly nem ez, mondja a haszidizmus. A hangsúly adja, ez az Isten egy, azt jelenti, hogy lényegében az Isten az az egy igazi létező dolog, ami van a világon. Minden más, ami a világban van, az mind függ az Istentől, és lényegében létező dolog, az csak az Isten van. És ez a magyarázza a haszidizmust, hogy nem az van írva, Smá Iszrael, halljad Izrael, és az örökkévaló az egyetlen, Yahid, az egyetlen, nincs még egy, azt mondja, Echad, az Isten az egy. Egy, nincs kettő. Nincs még egy létező dolog. Semmi más nem létezik, valójában csak az Isten létezik. Ez a harmadik micva, és a Zohar, mondom, abban találja ennek, Rabbi Simon, abban találja utalást erre, mert az van írva, hogy gyűljenek össze egy helyre, vagyis egy hely az az alapja mindennek. Ez a harmadik micva. És itt van egy nagyon szép észrevétel a Rabbi Simonnak, a Zohárnak. Azt mondja a Tóra, gyűljenek össze az ég alatt lévő vizek egy helyre, hogy látható legyen a száraz föld. És úgy lett. Következő vers, és nevezte Isten a szárazot földnek. Ez a pontos fordítás. Ami azt jelenti, azt mondja a Zohár, itt két szintről van szó. Első szint az, gyűljenek össze a vizek, és látható legyen a száraz, a szárazsága. De ez még egy olyan valami, ami más nincs benne, csak az a száraz. Erre az Isten elnevezte, nem csak azt jelenti, hogy nevet adta neki, hanem az Isten átalakította. Átalakította a szárazot, hogy föld legyen. Vagyis, hogy ne csak egy száraz darab legyen, egy sziklaszikol és egy száraz dolog, az Isten átminősítette ezt a száraz darabot, hogy föld legyen. Hogy a Zohar mondja, hogy a átalakította, hogy innentől kezdve már képes legyen kihozni növényt, füvet, virágot, fát, stb. Ez mind a harmadik micva, és itt van itt egy kis kabbalisztikus rész. Menjünk tovább, és jön a negyedik micva, és a negyedik micva az embernek tudnia kell, mondja a Zohar, az embernek tudnia kell, hogy Hashem, Havaye, Hu Elokim, az Isten a két, több neve van, a két fő név, ami van az Istenek, az egyik az Havaye, az Istennek a négy betűs neve, Yud, Kei, Vav, Kei, és a másik az Elokim. Elokim szimbolizálja a szigort, Midat Hadin. A Shem Havaye, Yud, Kei, Vav, Kei, az szimbolizálja a szeretetet, a kegyelet. És erre mondja az Zohar, a negyedik micva, amire itt van utalás, itt a teremtés történetben, az embernek tudnia kell, hogy Havaye az Elokim, hogy állandóan együtt jár az valójában egy is ugyanaz, mert egy Istenről van szó, hanem a megjelenése olyan, hogy egyszer megjelenik, mint szigorú Isten, és egyszer megjelenik, mint szerető Isten. Hol van erre utalás? A 5 Mózes 5/35, az van írva, hogy a dátájom, tudjál ma, vasegóta, ellevevecha, és vegy a szívedhez, ki Hashem, Havaye, Hu Elokim. Hogy tudjál, hogy Havaye az ugyanaz, mint
Elohim, az nem más, mert a Shema Vaye az a Tiferet-nak a szintje, de mert tudnia kell, hogy ez ugyanaz, mint a Shema Elohim. És azt is kell tudnia, hogy a Shema Elohim az része a Shema Vaye-nak. Vagyis Elohim az a szigor, az embernek tudnia kell, hogy az Isten soha nem használja a szigort, csak akkora párosítatta hozzá a kegyelmet is. Ezt jelenti az, mikor azt mondjuk, ha sem elok, smájiszel, halljad Izrael, ha sem elokeinu, a váj elokeinu, a sem echad, hogy az Isten név, mint a váje, jutke, vászke, és Isten név, mint elokeinu, az egy, és ugyan egy Istenről van szó, és a két Isten név, a két Isten tulajdonság az mindig együtt jár. Hol van erre utalás a teremtés történetében? Ezt a Zohar találja a negyedik napi teremtésben. Ugye, mert a harmadik napi teremtésben találta a harmadik micvát, hogy a Yichud Hashem, az Istennek az egyedisége, a negyedik napi teremtésben az van benne, ez már a 14. vers, és mondta Isten, Yihi Ma'orot Birkia Shamayim, legyenek világító testek az ég boltozottan. Most többes szám, ma'orot, világító testek, de valójában, mondja a Zohar, ma'orot, ha valójában többes szám, akkor kellett legyen két váv ebben a szóban. És nincs váv. Az alef után nincs váv. Van egy holam, de nincs váv. Miért nincs váv? Mert azt akarom mondani, hogy csak egy világító test van. És ez utal arra, hogy csak egy Isten van. A Shema, Istennek a Vaye név, és Istennek a Ken név, az mindig együtt jár. Mert a két Isten név, az soha, az Isten, két isteni tulajdonság, az mindig párosul. Mondja a Zohar tavab, és most jön egy picit egy más hangsúly. Erre azt mondja, nézzünk meg a szó meorot, világító testek. Hogy kérne írni azt a szót, mint meorot, világító testek? Ezt úgy kell írni, két váv. Látom, itt van itt egy hosszú megjegyzés, komment a Bálinnak. A Föld a talaj tulajdonképpen tele van élettel, rengeteg mikroorganizmus teszi alkalmasá, hogy a növények fejlődjenek benne. Tehát értető, hogy valóban egy külön teremtési aktus által jött létre. Köszönöm, ezt eddig nem is gondoltam, hogy a Tórában is ki van hangsúlyozva. Nem, amikor ma tanultam ezt a Zohart, nagyon tetszett nekem, mert amikor olvasunk a szöveget, az olyan, mint a látszódjon a száraz föld, a szárazat, és az Isten ellevezte azt földnek. Mint a semmi mondó. De így már értető, hogy az Isten átalakította a szárazat, hogy föld legyen, és tényleg növény jöjjön ki. No, térünk, és köszönöm hogy ezt kifejtetted. No, térünk vissza. Mondja itt a Zohar,
hogy nézzünk meg azt a szót, hogy meorot. Meorot, azt úgy kell írni, teli vával, mem, alef, vav, rés, vav, tav. Meorot. Erre azt mondja a Zohar, hogy a meorot itt legyen világító testek, arra utal, ebben a szóban arra utal, hogy a tisztatalanság, amit a Zohar itt nevez klipának, és ez ismerni kell ezt a szót, klipa, mint egyes szám, klipót, mint többes szám. Szó szerint a klipa az a helye a dolognak. Azt jelenti, a nem kívánatos része, a narancsnak van klipája, a nem kívánatos része. És aztán van a narancsnak a kívánatos része. Ez a szentségben a klipa és a gyümölcs az a szent, az a kívánatos rész, és a klipa, a helye az a nem kívánatos rész, ez a tisztátalanság. Erre azt mondja a Zohar, ebben a versben látjuk, hogy a klipa, a helye, a tisztátalanság ragaszkodik, vagy pontosabban tapad, nem ragaszkodik, tapad a, itt szó szerint használja ezt a szót, az agyhoz. Az agy itt szimbolizálja a szentséget. Mert az agy, a szentség abban a három betűben van utalás rá, ebben meorot szóban, or, meorot, akkor van benne alev, vav, rés. Az alev, vav, rés azt jelenti, hogy or, fény, az isteni fény, a szentség. A szitra achra, a másik oldal, a nem szent rész, az pedig a mavet, a halál szóba van benne. Mavet az halál, az a nem szent rész. Ha az ember megy a nem szent rész után, akkor az halálra vezet. Most hol lehet azt látni, hogy tapad a tisztátalanság a szenthez? Mert a meorot szó, akkor a második, harmadik, negyedik betű az az or, a fény. Első, negyedik, ötödik az a mávet, a halál. Ami azt jelenti, van az or, a három betű, ehhez jön még egy betű ide, mö, aztán a szó végén jön még két betű, a vávtáv, ami így önállóan az mávet, halál, és ez ragad az or szóhoz, a fényhez. Ez nagyon érdekes, hogy veszi azt a szót, mint meorot, és találja benne a fény szót, talál benne, és a halál szót van benne. A különbség az, hogy középen, valamennyire középen az a fény, és mind a két oldal a halál. És erre azt mondja, mi a különleges ebben, hogy az or szó, a alef vav rés, az a betűk sorrendjébe megy. Az alef az első betű, a vav az a hatodik betű, a rés az az utolsó kettő a végétől. Azt jelenti, sorrendbe megy. Ez természetes. A sorrend utal arra, de ez természetes, ez helyes, ez jó. A mavet szó, a halál, az két dolog. Nem megy sorrendben, mert a mem az a középen van, váv az az eleje, a hatodik betű, a táv az utolsó betű. Középe, eleje, vége. Azt jelenti, nem sorrendben, nem természetes, nem helyes. Ez egy dolog. A másik dolog, hogy a szóban benne van. Az orr, a fény szó benne van egymás mellett. A mavet egy betű innen, két betű onnan. Ez azt mutatja, hogy csak rátapad, de nem ad a helye valójában. Most, meorot, orr az fény, meorot az világító testek. Amikor ha az orr, a fényt kivonjuk ebből, a szentséget kivonjuk ebből,
akkor összeáll a halál. Mert miközben a fény itt van, akkor nem engedi, hogy a mem kapcsolódjon a vaftafhoz, és legyen ebből halál. Az orr, ami közébe van, megszakítja. De ha kivonjuk a két betűt innen, akkor mi maradt? Maradt mávet halál. Azt mondja, kivonjuk a szentséget, akkor reménytelen a helyzet. És honnan jött ez? Honnan jött a halál? Erre emlékezni kell, hogy Tórában ott Ádám és Éva ott vannak a Gan Édenben, az Édenkertben van, és esznek a tiltott fából, és akkor az Isten azt mondja, ó, etettek a tiltott fából, etettek a tiltott fából, akkor innentől kezdve az Isten kihirdette a halált az emberre. Akkor azt látjuk, hogy amikor megtagadtak az Isten parancsát, előjött a halál. És erre nézzük meg, ez hogy van ez. Az van írva, hogy lett az, hogy mégis ettek a tiltott fából. Az van írva, hogy a nő Éva látta a fát, mennyire kívánatos, és megette. Vatéra azt jelenti látni. Vatéra azt jelenti, hogy látta. Azt jelenti, mit jelent az, hogy látta, hogy mag kivette, látta, kivette a látás szót, a fényt kivette a helyéről. Azért, mert megtagadta, mert láttad valamit, amit nem kellett volna látni, látta, akkor a fényt kivonta a helyéről, ha kivonta a helyéről, akkor mi maradt? Maradt a máved, maradt a halak. Itt hirdette ki az Isten a halált. Amikor a Hava, az Éva kivonta az ort a szóból, akkor mi maradt? Maradt a memváv. Igen, me-o-rot. Akkor a memváv maga csatlakozott a távhoz, lett belőle mávet, lett belőle halál, és így az Isten kiirdette a halált. Felmerül a kérdés. Ugye előbb azt tanultunk, Rabbi Simon azt mondta, hogy meorot, nincs benne váv. Nincs benne váv. Ha nincs benne váv, akkor kiveszünk az orszót, akkor csak egy mem maradott. Nincs ami, egy mem, nincs váv, nincs mavet. Erre azt mondja Rabbi Elazar, Rabbi Simonnak, hogy várjunk, itt valami nem stimmel, mert te magad mondtál nekem, hogy a meorot, mert nincs váv. Akkor hogy jön a mavet szó? A mavet, az mem, váv, táv. Akkor hogy lett itt mavet? Honnan jött a váv? A mem maradt. Erre azt mondja Rabbi Elazar, maradt a mem, és mi történt? Pont azért, mert Éva vétkezett, a váv szó, mondja a kábala, ez általános tanítás a kábalában, hogy a váv szó az szimbolizálja az életet. Miért szimbolizálja a váv az élet? Hogy néz ki egy váv? Egy váv az egy vonal, ami megy lefele. Ez azt jelenti az élet, mert az isteni fény, az isteni élet, az megy lefele, élteti a teremtményeket. Általában akar a váv szimbolizálja az életet, de pont azért, mert Éva itt vétkezett, és akkor meg
fordult a VÁV. A VÁV nem úgy működött, ahogy kellett. Ahelyett, a VÁV szimbolizálni az életet, akkor a VÁV csatlakozott a MEM-hez, és akkor így magukhoz vettek a TAF-ot, és akkor megint nem VÁV TAF, és lett belőle a halál. És erre azt mondja neki Rabbi Simon, köszönöm fiam, nagyon jót magyar, jó, nagyon jól magyaráztad ezt. Ugye, mert az eredeti Rabbi Simoni tanításban ő úgy mondta, mint a benne lenne a VÁV, és Rabbi Elazar, a fia magyarázta, hanem nincs benne a VÁV, akkor is értető, hogy honnan jött a VÁV. Mert a VÁV, ami az életet jelent, a vétkezés miatt megváltozik, és halált okoz. Csak én gondoltam, ez kicsit olyan, mint a rák, ami ugye a rák azok sejtek, ami elvileg sejtek, amit életet kellene biztosítani az embernek. Csak valahogy az irány rossz irányba megfordul, rossz irányba megy el, és kezd nőni egy másik irányba, ami okozza a halált. Ezért a VÁV általában életet jelent, és a vétkezett az Éva, akkor a VÁV megfordult, és ahelyett, hogy életet biztosítson, biztosított a halált, mert a VÁV csatlakozott a MEM-hez, és közvetített a MEM és a TAF között, MEM, VÁV, TAF, az halál. Akkor még egyszer erre azt mondta, a meorot szó, először hozta a meorot szót azért, mert egyes számba van írva, ami arra utal, hogy valójában csak egy világító test van, az Isten az csak egy van, hiába van az több név az Istennek. Utána foglalkozott a meorot szó, szóval a meorot szó szimbolizálja az, hogy a tisztátalanság, a nem szent tapad a szenthez. Ameddig még a szent jelen van, vagyis az ember micvákat tesz, nem kell tartani attól, hogy a nem szent ott van körülete, mert az orr, a fény ott van, és biztosítja az életet, de az ember vétkezik, akkor az orr kimegy, és marad a mávet. A probléma az, hogy hiányosan van írva, nincs benne VÁV. De ez nem jelenti az, hogy Rabbi Simon nem tudta. Ő maga mondta, hogy a orrodban nincs VÁV, csak erre a Talmudban találunk olyan, hogy lehet egy szót magyarázni, nem csak a betűk után, ami írva vannak, hanem ahogy haladszik. Ha úgy olvasunk, hogy meorod, akkor úgy kell ezt elképzelni, mint a van benne VÁV. Ez mind volt, és akar Rabbi Simon örült ennek a magyaráznak is, magyarázatnak is megköszönte. Ez volt a negyedik micva, tudni kell, hogy valójában csak egy Isten van, és a különböző Isten nevek azok párosulnak egymáshoz, a szigor párosul a kegyelemhez. Akkor most jön az ötödik micva, és ez pedig már a csütörtöki, a teremtés ötödik napjához kapcsolódik. Egyelőre úgy tűnik, hogy ugye minden nap egy micva talál minden napban. És mit olvasunk az öt teremtés ötödik napján, a 20. versben, és mondta Isten, Yisrecu amayim seretz nefesh haya. Nüzsögjenek a vizek élő lének sokaságától, és röpkedjenek a madarak a föld fölött, az ég boltozottan. Yisrecu amayim, nüzsögjenek a vizek élő lének sokaságától, azt jelenti, hogy adjon ki a víz sok-sok-sok élő lényt, és pedig a levegőben pedig lesz az ég boltozottan, lesz sok madár. Ez az, ami írva van itt az ötödik napnál. Erre mondja Rabbi Simon, hogy itt nem egy micváról lesz szó ebben az egy versben, ugye eddig az volt, hogy minden napi
talad benne, a harmadik napon egy micva, a negyedik napon egy micva, most ebben az egy versben három micvat talál rá utalás Rabbi Simon. Melyik ez a három micva? Még ez a három micva? A három micva az, ha egyik, az első a háromból, hogy Tóra tanulásról szól, a második az, hogy a gyereknemzés micvája, vagyis utána kell járni, az ember házasodjon, és éljen házas életet, és akkor lesz gyerek. És a harmadik micva az pedig az, hogy a baba születésekor a fiú esetében 8. napon körülmetélni kell őt. Ez a három micva benne van ebben a versben. Csak még az előzőhez még nem kimaradt egy gondolat, azt mondja Rabbi Elazar, hogy valójában csak egy mem maradt, mert nincs ott váv, és a memhez valahogy jön még egy váv és egy táv. Honnan jön a váv és a táv? Erre olvasunk a tiltott fa evéskor, az van írva, vatikach, és vette, Éva vette és evett belőle, vatitén is adott a férjének. Vatikach, ott van egy váv táv a szó elején. És vette, az váv táv. És adta, megint vaftav. Ez arra utal, hogy tessék, a mem maradhat egyedül, jön a vaftav, a vétek által, és a vétek odaállítja a vaftavot a memhez, és akkor itt van a halál. És akkor térünk rá vissza ide a nüzsegjennek, a vizek élő lének sokaságától. Nézzük meg. Akkor három micva, az ötödik micva az ebből a versből, és ebben a versben ötödik, hatodik, hetedik micvat fogunk találni. Tóra tanulás, gyereknemzés és a körülmetélés. És a Zohar egyesével fogja őket magyarázni. Mondja a Zohar, az ötödik micva a Tóra tanulásnak a micvája az az, hogy az ember mondjon, tanuljon Tórát, vagyis mondjon ki a szavakat. Mert a Tóra tanulásnak az alap micvája az, hogy mondani kell a szavakat. Nem gondolni, nem a gondolatban az ember gondoljon különböző tórai fogalmakra, hanem mondjon azokat. Az egy cselekedet. Mondjam azt. Ez az első része a Tóra tanulás micvájának. A másik dolog, mondja az Zohar tovább, de nem elég tanulni benne, hanem el kell mélyülni is benne. Mélység. Nem elég mondani a szavakat, hogy valami alapszinte megérteni őket, hanem a Tóra tanulás az abból áll, az ember mondja a szavakat, hallja, mit mond, érti, és aztán elmélyül benne, hogy a dolog mélységet is értsen. És ez még mindig nem elég, hanem jön egy harmadik része a micvának, hogy olyan mélyen tanulja, hogy különböző tudja egy kicsit kibővíteni. Mit jelent kibővíteni? Hogy mindenféle gondolattak, összefüggéseket lát, és akkor kiegészíti a Tórát a magyarázataival. Minden nap kell, a Tóra tanulásnak ez a három szintje, minden nap kell, hogy legyen. Ahogy olvasunk Jósua könyve elején, hogy a Tórával a Tóra tanulás kell, hogy legyen, jajman valájló, éjjel-nappal. És erre azt mondja a Zohar, hogy minden nap kell Tórát tanulni, ezáltal tudja tökéletesíteni a
nafshoi ve ruchoi, az embernek a saját lelke tudja tökéletesíteni. Mert amikor az ember Tórát tanul, ahogy kell, ahogy mondtuk, három lépésből áll a Tóra tanulást, amikor az ember Tórát tanul, ahogy kell, akkor a lelke tökéletes lesz. Tökéletes lesz, és kap a lelkéhez még egy lélek. A Malchut d'Acilotból. Nagyon érdekes. Azt tanulunk a Csabátkor, minden szombaton az embernek van Neshamaye Tera, mondja a Talmud. Még egy lélek, azt mondja, plusz szentség. És erre az orra, másik helyen azt mondja, hogy a Talmud Chacham, a Tóra tudós, az hétköznapon is olyan, mint a Csabát. Ez mit jelent? Mert a Tóra tudás, a Tóra tanulás által hétköznapon is kap egy plusz lelket, egy plusz szentséget a lelkében. És ezt látja a Zohar abban a nüzsögjenek a vizek élőlének. Szó szerint Yisrecu Nefes Haya, azt úgy is lehet fordítani, egy élő Nefes. Élő az egy bizonyos szint, ez a Malchut d'Acilut, a Acilutnak a királysága. És akkor nüzsögjön, azt mondja, jöjjön létre egy Nefes Haya abban, aki Tórát tanul. Mert az az ember, aki nem tanul Tórát, nem, vagy amikor az ember nem tanul Tórát, akkor nem tökéletes a lelke. Mert a fenti, az isteni szentsége nincs rajta. Amikor pedig az ember Tórát tanul, és igyekszik, mondja a szavakat, a szöveget, elmélyül benne, és még új összefüggéseket, új mélységeket is tud felfedezni, akkor ezzel a rechisu. Rechisu az két értelmű szó. A nüzsögjenek az olyan is, arra is lehet mondani a rechisu, amíg az ember beszél, mert mozdul az ajkai, a szája mozdul. Mert azt mondja, ezzel a nüzsgéssel, azt mondja, az ő tóratanulási beszéddel az a nüzsög, és jön haza még egy másik lélek. Milyen? Nefes Haya. Egy élő lélek, az pedig a Malchut d'Acilut. Még egy dolog, ami történik vele, nem csak egy plusz lelket kap az ember, amikor igazán mélyen Tórát tanul, hanem az is van, hogy olyan finom, szerinti, hogy a teste, a földi része egyre finomabb lesz, és olyan lesz, és átalakul olyan, mint a szent angyalok. Akikről az van írva, Zsoltárok 103:20, Borhu Hashem Malachav. A szó szerint áldják meg az Istent, kik? Az angyalok. De kik az angyalok? Mondja az Zohar, kik az angyalok? Az angyalok itt valójában nem valódi angyalokról van szó, hanem itt arról szó, emberekről van szó, akik Tórát tanulnak nagyon keményen, és ők el vannak nevezve angyaloknak, Baruch Hashem Malachav, Giborek, azt mondja, még itt, amikor ezen ebben a fizikai világban vannak, akkor is ők már olyanak számítanak, mint angyalok, azt mondja,
sokkal finomabb lesz az őszintük. És erre utal a Tóra, amikor azt mondja, és hogy fordítja a fordítás? Miután azt mondja, nyüzsögjenek a vizek élőlének sokaságától, mert azt mondja, és röpködjenek a madarak a föld fölött. És a madár repüljen. De a Zohar azt mondja, ez olyan, mint a dupla repülés. Dupla repülés azt jelenti ebben a világban is, és nem csak a túlvilágban. Mert ez a szinthez jut az ember még az élete során, ebben a világban. A túlvilágban milyen szinthez jut el, még ez, aki igazán Tórát tanul, akkor olyannak válik, mint az angyal. Ebben a világban. Először kap egy plusz lelket, aztán olyannak válik, mint egy angyal. És a túlvilágban milyen? Erre azt mondja a Zohar, a milyen a túlvilágban, ahogy tanultunk, hogy az örökkévaló fogja ezeknek a cádikaknak, akik Tórát tanulnak, az örökkévaló fogja adni nekik szárnyakat. És olyan lesz ez, mint a sasnak a szárnya, és fognak tudni repülni az egész világban. Mit jelent ez, fognak tudni repülni az egyik világban? Ha nem csak egy szinten fognak állni, ha vannak neki szárnyai, ami azt jelenti, hogy állandóan tud menni egy más és más szinthez. Ez ahhoz kapcsolódik, ami írva van, Koivei Hashem Yachlifu Koyach, ez pedig Jesaja 40:31, mert azt mondja, azok, akik bíznak Istenben, Yachlifu Koyachok, lesz nekik sok erő, Jálu Eiver Kenesharim, lesz nekik szárnyak, mint a sas. Ami azt mondja, repülni fognak, hogy olyan magas szinten lesznek, hogy egyre magasabbra tudnak elmenni. Mondja az... És akkor még egy kérdés maradt itt, mert azt mondja, nyüzsögjenek a vizek. És ki az a víz itt? Azt mondták, a nyüzsögjenek az, aki Tóra tanul, akkor új lelket kap, és mi az a víz? Mert azt mondja az óra, a víz az a Tóra. Mert a Tóra az víznek számít. Az vízhez van hasonlítva, azt a Talmudban is benne van, az Alter Rebbe idézi a Tanjában, ugyanúgy, hogy a víz mindig folyik lefele, a Tóra is a legmagasabb szintről az Isten bölcsessége lejön ebben a világban. Mindenképpen akkor a víz az a Tórára utal. És azt mondja, Yishre Cunamáim, nyüzsögjenek a vizek, ez azt jelenti, hogy a Tóra tanulás által a nyüzsgés, a Tóra tanulásban okozza az, hogy legyen olyan nyüzsgés, ami jön egy élő lélek jön, ami a legmagasabb szintről, azt mondja, a hája az élet szintről, és az jön le, ide, le ebben a világban. És erre utal Dávid király, Zsoltárok 51:12, amikor azt mondja, Lév tahor bráli elokim, kérem Isten, teremts nekem egy tiszta szívet. Miről van szó? Kérje az Istentől, hogy képes legyen Tórát tanulni igazán, ahogy kell, és akkor tiszta lesz, aztán semmi akadály nem lesz, és fog tudni Tórát tanulni, és ez így van, a folytatásban benne van, Ruach nachon hadesh bekirbi, és egy helyes lelket adjál nekem is. Erre azt mondja, az olyan helyes lélek azt jelenti, egy plusz lélek, és ezáltal tud az ember előre haladni sok-sok szinten. Akkor az ötödik micva volt a Tóra tanulás. A Tóra tanulás ez három részből áll, olvasni kell a szöveget, másik rész el kell mélni benne, a harmadik rész, hogy nem csak elmélni benne, annyit
elmélni benne, ameddig az ember már tud felfedezni újabb magyarázatok, újabb logikát, újabb mélységet a szövegnek. Ez az első micva a három micvaból, amire van utalás ebben a versben. A következő az, hogy az embernek foglalkozni kell a gyereknemzéssel. Mit jelent a foglalkozni kell a gyereknemzéssel? Hogy találni kell magának feleséget, tudjon házasodni, éljen házas életet, szülessenek meg a gyerekek, és akkor így teljesíti a micva. Erre mondja a Zohar, a hatodik micva, a gyereknemzéssel való foglalkozás, mert az ember, aki teljesíti ezt a micvát, okozza, hogy az isteni fény csak jöjjön megállás nélkül, és akkor újabb és újabb lelkek megszületnek. Mondja a Zohar, és a Zohar azt is mondja, hogy minden lélekkel járnak angyalok. Kérdezi a Zohar, és hány angyal jár minden lélekkel? Akkor a Zohar, ezt én Rabbi Simonnak az a válasza, hogy két angyal jár minden emberrel. Az egyik az a jobbjáról kíséri őt, és a jobb pedig szimbolizálja a jó, a micva, és a másik szimbolizálja a rossz, az pedig egy negatív angyal lehet. Most ha az ember megérdemli, vagyis sok micvát tesz, akkor mind a két angyal őrzi őt. Mind a két angyal őrzi őt. Azt mindig a rossz angyal is együttműködik a jó angyalal, és őrzi őt. Ahogy írva van a Zsoltárok könyvében 91:11, az van írva, ki malachav yetzave lach lishmarcha b'chol derechecha. Az Isten küldi az angyalai, hogy őrizzenek téged az összes útjaidon. Mind a két angyal őrzi téged. Ha pedig az ember nem érdemli meg, akkor mind a két angyal vádlóvá válik az ember ellen. Valójában ehhez van utalás, szóval van hasonlat ehhez a péntek este kapcsán a Talmud azt mondja, amikor az ember hazajön a zsinagógából, két angyal kíséri őt, ha egy terített asztal van, szombati hangulat van a házban, szombattartás, terített asztal is minden, akkor a jó angyal kíván úgy legyen jövőjéten, és a rossz angyal is azt mondja, hogy igen. És ha fordítva van, akkor a rossz angyal azt mondja, hogy úgy legyen jövőjéten, és a jó angyal azt mondja, hogy igen. És igen, ez az, amit énekelünk, Shalom Aleichem, béke rátok, angyalak, kérünk az áldást, mert ezt az áldást kérik. Ott is arról van szó, két angyal, és az ember megérdemli, mind a két angyal megáldja őt. Ha nem érdemli meg, akkor mind a két angyal rosszat mond róla. Mindenképpen akar Rabbi Simon, hány angyalról beszél? Kettőről. Erre azt mondja Rabbi Pinchas, valójában három angyal az, aki az emberről jót mond. Három angyal van, akik az emberért felelős, és őrzik őt. És jót mondanak róla, ha megérdemli. Ha megérdemli. Ahogy írva van, Jobb 33:23, mi van írva Jobb könyvében? Erre olvasom itt a magyar fordításból a fordítás. Ha van mellette, magyarázó angyal, azt mondja, ha van mellette olyan angyal, ami róla jót mond, egy az ezer közül, hogy az emberről tudassa,
kötelezettséget. Megint azt láttam, hogy nagyon rossz, amikor nem a szövegkörnyezet segítségével fordítanak a szöveget. Szóval nézzük meg itt a nyers fordítást. Ha van az emberről egy angyal, aki jót mond róla, akár egy az ezerből, aki mondja az emberről jót. Erre azt mondja a Zohar, azt mondja Rabbi Pinchas, itt három angyalról beszél. Ha van ott angyal, az egy, aki az őról a jót mond, az már kettő. Egy az ezerből, aki mond róla egyenest, az már három. És így, mert látjuk, az ember olvas ezt a verset, látja, nagyon ilyen túl sok szó van benne. Mert azt mondja az arra, azért van itt olyan túl sok szó, ami úgy tűnik, hogy fölösleges szó, mert valójában nem egy angyalról van szó, hanem három. Erre azt mondja neki Rabbi Pinchas, ha ebből a versből, amikor olvasol a sok szót, és miért? És miért? Ezt már régen a glaszba szebíte. Ha úgy olvasod, hogy minden itt fölösleges szó, az lényegében még egy angyal, akkor valójában még két angyal van, összesen már öt angyal. Mert a következő versben az van benne, Vajchonenő, és felmenti őt, és azt mondja. Akkor az már, és a negyedik angyal felmenti őt, és az ötödik angyal mond róla jót. Erre azt mondja Rabbi Pinchas, Rabbi Simonnak, ebben nincs igazat. Miért? Mert felmenteni, azt csak a jóisten egyedül tudja csinálni, mert csak ő tud ilyesmit, ő tud felmenteni, a senki más a teremtésben nem tud felmenteni az embert. És ezért három angyalról van szó, és a három angyal jókat mond az emberről, és ez alapján az Isten felmenti az embert. Erre azt mondja neki Rabbi Simon, jót mondtál, igazad van, három és nem öt. A kérdés az, hogy most Rabbi Pinchas ellent mond annak, amit Rabbi Simon mond. Rabbi Simon azt mondta, két angyal van vele. És Rabbi Pinchas azt mondja, három angyal mond róla jót. Akkor ellentmond vagy nem? Valaki azt mondja, igen, ellentmond, a másik azt mondja, nem. Két angyal állandóan kíséri az embert, és utána van három angyal, aki jókat mond róla. Ez mind, ha az ember foglalkozik a gyereknemzés micvájával, és megszületnek a gyerekek, ha pedig az ember nem teljesíti a micvát, akkor olyan, mint a lekicsinítene az egész teremtés ereje, és az lelke egyáltalán nem tud megközelíteni az Isten közösséget. És meg lesz büntetve, és el lesz üzve a túlvilágtól. Csak addig, ameddig nem tud újra megszületni az inkarnációval, és akkor úgy tudja rendbe hozni magát. Nagyon fontos, hogy az ember foglalkozzon a gyereknemzés micvájával, minimum két gyerek, de Halak azt mondja, hogy minimum kell legyen két gyerek, egy fiú és egy lány, és ha már van egy fiú és egy lány, akkor még mindig jobb, hogy legyen mégis még gyerek. Lényegében a gyereknemzés micvájával ott az ember társa az Istennek. Az Isten megteremtette a világot, és az ember tovább teremti az embereket. Isten megteremtette Ádámot és Évát, és az ember segít az Istennek, idézőjelben segít az Istennek, hogy továbbítja a teremtést. Szóval ez a hatodik micva, az egy nagyon különleges micva, hogy gyereknemzésnek a micvája. Akkor még mindig marad hátra a
A hetedik mitzva, vagyis a harmadik mitzva, ami ebben a versben van, az pedig a körülmetélésnek a mitzvája. Erről majd beszélünk a jövő héten. Köszönöm a figyelmet, holnap majd haszi történetek lesznek, szerdán kérdezd a rabit, csütörtökön pedig arról fogunk beszélni a szent csalásról. Lehet ilyesmi, vagy nem? És ez pedig a heti szakasz kapcsán, és vasárnap pedig az a téma, amiről kellett beszélni tegnap, az átmegy a jövő héten, a hála pénz etikus-e a zsidó jog szerint, vagy nem. Sajnos tegnap egy haláleset történt nálunk a közösségben, a Zarándi Saul bácsi szegény meghalt, itt egy épületben lakik, egy emelettel följebb lakott, és ezért nem tudtam tanítani, mert épp akkor derült ki a halála, és még intézkedni kellett. Ma volt a temetése, emléke legyen áldott. Remélem akkor, hogy találkozunk a máskor is ezen a héten. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok!